Tisztelettel köszöntöm a Kartali Népzenei Találkozó megjelent kedves vendégeit. Megnyitásként két ismert népdalfeldolgozásunk hangzott el, Szlepákné Jámbor Hajnalka énekelt, aki kántorként dolgozott a Vanyarci templomban, és számos rangos népdaléneklési versenyről hozott el díjat. Zongorán kísérte férje Szlepák Zsolt, és trombitán pedig Sári Szabolcs játszott. Köszöntöm körünkben megjelent szakma jeles képviselőit, dr. Gerzanics Magdolnát, a Magyar Örökségdíjas Népzenekutatót, újságírót, Budai Ilonát, Magyar Örökség és Életfadíjas Népdalénekes tanárt, Rozgonyi Krisztinát, a Kóta Népzenei munkatársát, továbbá Vécsei László országgyűlési képviselő urat, Karácsondi Mihály plébános atyát, Tóth Ilkó Mihály polgármester urat. A megjelent környékbeli polgármestereket, képviselőtestületünk tagjait, intézményvezetőket, a meghívásunkat elfogadó hagyományőrző csoportokat, valamint a Régió Plusz televízió nézőit. Kérem, fogadják szeretettel a vendéglátó Kartali Asszonykórus dalcsokrát, akik idén ünneplik 32. évfordulójukat. Ah!
ide. Barnál egész szemöldöket csalogatott minket ide. Barnál egész szemöldöket többet ér, mint a hatökre. A hatökör az apjáé, barna kisjánya babájáé. Fia, fiát, házasíja, legyen bora pálinkája. Fia, jányát férhez adja, legyen bukros dunna haja. Boldog a nép, amely tud ünnepelni. A zsoltáros szavaival kérem fel Karácsondi Mihály atyát, aki kartali származású és jelenleg bagonszolgáló plébános, hogy közösen adjunk hálát mindenért a mai ünnepen. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit! Elsősorban a kartaliakat, ha már egy vérből valók vagyunk, és mondhatnám, áldott vagyok az asszonyok között, és hát egy kicsit úgy is érzem, hogy áldott vagyok, hogy itt lehetek végre a falu napon, hiszen 41 éve, amióta igazából elmentem a faluból, ilyen nagyszabású ünnepségen nem igazán voltam. Most is kényszerből ugyan, de azért örömmel vagyok itt, és remélem, hogy ez az itt létem öröme kiterjed mindenki másra is. Hiszen azért vagyunk itt, hogy tudjunk ünnepelni, hogy hálát tudjunk adni mennyei atyánknak mindazért, amit kaptunk. Elsősorban az asszonykórus 32 évéért, mindazokért az eredményekért, amivel öregbítette falunknak a jó hírét, a hírnevét, és mindazért a kegyelemért, amelyet nap mint nap érezhetünk. Kétségtelen szükség van arra, hogy ünnepeljünk. Mert az ünnepek teszik az életünket ízessé, teszik széppé. És azért vagyunk most itt, azért gyűltünk össze, még ha egy kicsit beszorultunk is az eső miatt ide, mert ezt az ünnepet úgy akarjuk megélni, hogy az a szívünkbe ott maradjon, és át tudjuk adni azt majd gyermekeinknek, unokáinknak, az utánunk jövő nemzedékek sorának. Szükséges, hogy ünnepeljünk, és ez az ünnep hálaadással kell, hogy összekapcsolódjon, hiszen ha annyi mindent kaptunk, akkor azért illik köszönetet mondani. Ez a köszönet pedig szívből jön. Legalábbis bennem ott van ez a szívből jövő hála, hiszen annyi mindent köszönhetünk mennyei atyánknak, annyi mindent kaptunk tőle, és én különösképpen is. Elsősorban azt, hogy innét, erről a helyről származhattam, hogy mindig vissza tudok jönni ide, hogy mindig képes vagyok arra, hogy örüljek akkor, amikor az én falum valami szépet, nagyot tesz. De mindenkinek van hála adni valója, aki kartali, hiszen nem tudom hányan is, hogyan tudják, de az első magyarországi zsinat itt volt a mi településünkön, 1074-ben. És hogyha itt van, akkor látszik, hogy ősiek vagyunk, ősi magyar település vagyunk, és ez az ősiség örömmel is tölt el bennünket, mert hiszen tudjuk, mind máig itt maradhattunk. Adja az Isten, hogy mindannyian, akik kartaliak vagyunk, és akik eljönnek ide Kartalra, mint most erre a népzenei találkozóra, azok érezzék át az Isten kegyelmét, áldását, és kísérjék mindig az életük során azok a kegyelmek, amiket mennyei atyánktól kapunk. Az asszony kórus öregebb, mint én. De nem azért, mert a benne levők éveinek száma több, mint az enyém, sőt, biztos, hogy kevesebb,
hanem azért, mert én mindössze 30 éves vagyok, legalábbis a hivatásomat tekintve. Ők viszont már 32. És mert többek, mint én, egy kicsit gyermeki módon nézek fel rájuk, és köszöntöm őket, és kívánom nekik, hogy még tovább tudják vinni azt a sok szépet és jót, amit eddig is tettek, és azt kívánom nekik, hogy még sok-sok 30 év legyen, ha nem is ők, hanem az őket követők, mindazok, akik rájuk emelik tekintetüket, és ráébrednek, hogy a népzene fontos, szép és szívet melengető. És hogyha képesek erre, akkor valóban minden évben ünnepelhetjük őket, minden évben hálát adhatunk értük és saját magunkért is. És hogy most is kifejezzük hálánkat mennyei atyánk felé, mondjuk el közösen legszebb imádságunkat, így köszönve meg mindazt, amit kaptunk az Istentől. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Szép ünneplést kívánok mindenkinek! Ez az évekre visszanyúló, hagyományainkat őrző rendezvény a házigazda asszonykórus megalakulásának évfordulójához kötődik, ám a mai nap kettős ünnepről szól. Ez a nap egyben méltó alkalom arra is, hogy a 2010-ben alapított Kartal Nagyközség díszpolgára cím átadásával elismerjük azon személyek munkásságát, akik kiemelkedő tevékenységükkel hozzájárultak Kartal jó hírnevének öregbítéséhez. Az önkormányzat erkölcsi elismerését díszoklevél és emlékplakett testesíti meg. Engedjék meg, hogy méltassam a díjra jelölt kartali asszonykórus szakmai sikereit,
akik nem csak a helyi kulturális kincseink őrzését vállalták magukra, hanem ezen keresztül példát mutatnak a jövő nemzedékének is. Az asszonykórus 1982-ben alakult újjá, és 2013 óta immár egyesületként működik. Megtartották népszokásainkat, melyet a mindennapi életünkben is alkalmaznak, és megőrizték eredeti népviseletünket. Felismerték a hagyomány közösség erősítő és megtartó erejét, valamint fontos feladatuknak tekintik értékeink felkutatását, azok a dalszeretet átadását a következő nemzedéknek. E nemes és felelősségteljes munkában komoly megtartó szerep jutott nekik, akik a Vas Lajos Szövetség és a Kóta tagja is. A Kodály örökséget magas szinten művelő ápoló csoport működésének a mozgalmas 32 évét nehéz röviden összefoglalni. Műsoraikat elsősorban Karttal és a Galgamente népdalaiból állítják össze, de szívesen nyúlnak más tájegység dallamaihoz is. Gondoljunk az egyházi ünnepekre, a jeles napokra kapcsolódó világi szokásokra. A kórus tagjai egyházi énekeikkel mindig színesítik ezeket az ünnepeket, és immár állandó szereplői az egyház népénekes találkozóknak. Felélesztik a karácsonyi ünnepkörhöz tartozó betlehemest, a farsangi bálokat, a lakodalmast, a búzaszentelést és a vőfényversenyeket is. Rendszeres résztvevői községünk kulturális rendezvényeinek. Műsoraikról a szakma bírálói mindig elismeréssel nyilatkoznak. Számtalan rádió és televízió felvétel örökítette meg énekeiket, melyeket a mai napig is folyamatosan közvetít a Szent István és a Mária Rádió. Közös hangfelvételek őrzik dalaikat Széles András citera művésszel, Mackó Mária, Budai Ilona és a tavaly elhunyt Ferenc Éva népdal énekesekkel, valamint a Gajdos zenekarral. 2011-ben jelent meg önálló CD-lemezük, Nagykartali torony de messzire ellátszik címmel. A megmérettetéseken, minősítéseken eddig csak aranyfokozatban részesítették a csoportot, és ezek közül emelnék ki néhány rangosabb elismerést. 1992-ben a Vas Lajos emlékplakett tulajdonosai lehettek. 1993-ban átvehették a Vankóné Dudás Juli díjat. 2001-ben Csömörön érdemelték ki először az Aranypáva díjat, melyet azóta meghétszereztek. 2002-ben helyi önkormányzatunk Karttal közművelődésért díjjal jutalmazta őket. Majd 2003-ban Pest megye önkormányzata Pest megye művészetért díjat adományozott a csoportnak. A Vas Lajos nagydíjat 2004 óta 5-ször érdemelték ki. 2005. decemberében a Budapesti Zeneakadémián elismert zeneszerzők, karnagyok és kórusok között szólították színpadra a Karttali asszonykórust, ahol a Kótadíjban részesítette őket. 2006-ban kapták meg a Horváth Mihály portörő emlékére alapított díjat. 2007. áprilisában Vas Lajos születésének 80. évfordulója alkalmából a népzene iránti odaadó elkötelezettséggel végző hagyományőrző és értékmentő tevékenységük elismeréseként díszoklevéllel jutalmazták őket. Ugyancsak 2007-ben érdemelték ki először az Aranypáva nagydíjat, melyet a Kóta Népzenei Szakmai Bizottsága 2005-ben alapított azok az Aranypáva díjat elért csoportok és szólisták részére, és ezt a szakmai fokozatot azóta 5-ször ítélték oda nekik. Fesztivál kiemelt nívódíjat értek el, majd 2010-ben a Kóta meghívásától Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnepi hangversenyre kérték fel őket a Néprajzi Múzeumba. 2010-ben Vas Lajos kiemelt aranyfokozatot kaptak, majd 11-12-ben a Tradíció Alapítvány külön díját. 2013-ban az Egri Népzenei Gálán Aranypáva nagydíjat, és még ugyanabban az évben Vésztőn Sipos András emlékdíjat érdemeltek ki. Idén januárban a Nemzeti Színházban a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett díjátadó ünnepségen Balogh Zoltán miniszter úr adta át az állami elismeréseket azoknak, akik kiemelkedő tevékenységet végeztek a kultúra területén. Ezt a magasrangú kitüntetést
a Csokonai Vitéz Mihály alkotódíjat közösségi kategóriában a Kartali Asszonykórus is átvehette. Ez a díj a hagyományőrzés, az előadó népművészet területén működő, nem hivatásos, amatőr csoportoknak és egyéneknek adományozható. Ezen jeles elismerés hatására döntött úgy önkormányzatunk, hogy Kartal Nagyközség díszpolgára címet adományoz az asszonykórus részére. Jelenlegi vezetőjük 17 éve Walter Menyhértné, aki a mai napig is aktívan munkálkodik, odaadó munkájával, szakmai irányításával és hozzáértésével juttatta el az asszonykórust az ország egyik szakma által elismert kórusai közé. Úgy gondolom, a Kartali Asszonykórus méltó a díj elnyerésére, mind színpadi megjelenésben, mozgásban, tiszta hangzásban. Felkérem Tóth Ilkó Mihály polgármester urat, adja át a díszpolgári kitüntetéseket. Walter Menyhértné a csoport szakmai vezetőjének adja át Tóth Ilkó Mihály úr az elismerést. Kartal Nagyközség képviselőtestülete a 32 éves jubileumát ünneplő Kartali Asszonykórus tagjaként helyi néphagyományaink és értékeink megőrzése érdekében végzett munkája elismeréséül Saska Jánosnénak adományozza. Neczpál Jánosnénak, Petróci Zoltánné, Hajdú Pálné, Szelei Józsefné, Kis Tiborné, Péter Istvánné, Márta Jánosné, Konkoly Istvánné, Sebők Lászlóné, Serfőző Józsefné, Deák Mihályné, Csernyik Miklósné, Deák Mihályné, Kozjár Pálné,
Mondhatom? Kedves közönség, kedves együtt ünneplő csoportok, engedjék meg, hogy köszönetünket fejezzük ki a Kartali önkormányzatnak, elsősorban Tóth Ilkó Mihály polgármester úrnak, hogy hozzásegítettek bennünket, hogy meg tudtuk rendezni ebben az évben a népzenei találkozót. Kívánjuk, hogy az új képviselőtestület se feledkezzen meg a Kartali asszonykórusról, de a többi csoportról sem, mert úgy gondolom, hogy ők is helyt állnak, ugyanúgy, mint a Kartali asszonykórus. Kedves polgármester úr, kérem fogadja ezt a csekélységet, Kartali népművészeti motivumokkal készített helyi keramikus, aki nagy szeretettel készítette el nekünk, és fogadja el tőlük ezt a csekély ajándékot. Köszönöm szépen. Felkérem dr. Gerzanics Magdolnát, a Kóta és a Vaslajos Szövetség elnöki tagját, köszöntse a találkozó résztvevőit. Nehéz így beszélni, hogy akiket köszöntök, azoknak hátat fordítok, mert a legnagyobb tisztelettel köszöntöm őket. El kell mondanom, hogy ki kell javítani valamit az elmondottakból, mégpedig azt az ist, hogy többek között ők is megkapták ezt a csodálatos díjat, a felsoroltakon kívül a Csokonai Vitéz Mihály díjat, mert azt nem is kapták, hanem egyedül ők kapták Magyarországon. Azt hiszem, nem kell bizonyítani, hogy teljesen jogosan kapták. Gratulálok az eddigi munkájukhoz. Én is azt tudom mondani, hogy továbbra is kívánok hasonló szép munkát, együttérzést, és nagyon jól esett a vezetőnőnek, Walter Menyhértnének az a kedves mondása, hogy a többi csoportra is kér figyelmet, mert ez nem mindenütt van így, hogy több csoport van, ott inkább kiéleződnek az ellentétek. Én viszont itt mindig egyetértést éreztem és láttam, és ezt külön köszönöm. A népdal közhely ma már, hogy a népdal az mennyi mindenre jó, az egészséget segíti, általában a zene, de a népdal külön. A népdal még azt az értéket is hordozza, hogy a régit, az ősit megőrzi, továbbadja a jövő számára. A Kartali asszonykórustól csak tanulni lehet, és nagyon nagy boldogság látni, hogy Kartalon vannak fiatalok, vannak gyerekek, akik tovább viszik ezt a csodálatos hagyományt. A családtagoknak is köszönjük, hogy mindezt lehetővé tették és teszik, tehát segítik az éneklő hozzátartozójukat. Köszönöm szépen a meghallgatást! Egy nagyon fontos dolgot nem, majdnem elfelejtettem. Ezt a gyönyörű, szép oklevelet, a Kóta oklevelét, Aranypávás oklevelét szeretném átadni. Köszönjük a Kótának, hogy megtisztelt vele, és az eredményeik alapján, hogy értékeltek, és megkaptuk a Aranypápa nagy díj
Hetediket. És köszönjük szépen. Színpadra kérem Vécsei László országgyűlési képviselőt köszöntőjének elmondására. Tisztelt Kartali asszonykórus, tisztelt kartaliak, tisztelt polgármester úr, kedves szakmai vezetők, pártolók meghívottak. Hát nagy nap ez a kartal életében. A teremtés egyik parancsa, hogy keressük azt, ami összeköt. És hiszünk, bízunk benne, hogy sokkal több van a világon, ami összeköt bennünket, mint ami szétválaszt. Ez a parancs, keressük, ami összeköt, ez mint egy mágnes működik az emberiségben, és nem öncélúan, hiszen a parancs mágnese közelebb hozza az embereket egymáshoz, és egymás lelkében, lelke tükrében, szeme tükrében ismeri meg az ember a másikat, ismeri meg saját magát leginkább. De hogy ez a puszta összejövetel, vagy egymáshoz húzás, ez közösségé váljon, ahhoz, mióta ember az ember, kultúrára volt szükség. A kultúra az a kovász, a kultúra az a kötőanyag, ami egy-egy emberi közösségből igazi közösséget képes formálni. És ennek a kultúra nevű csodának, ennek mindig az egyik legfontosabb és legerősebb közvetítő eleme a zene, az ének volt, hiszen ehhez, hogy az ember hallja, hogy megértse, átélje, ehhez nem kell más közvetítő közeg. A zenét, az éneket az ember közvetlenül képes befogadni, közvetlenül képes, ha úgy tetszik, megérteni. Hála és köszönet minden kutatónak, kultúrtörténésznek, történésznek, akik a talán legzivatarosabb évszázadunkban, az elmúlt évszázadban arra szánták az életüket, hogy összegyűjtsék a mi zenekincsünket. És ebből az látszik, hogy a magyar kultúra nagyon-nagyon gazdag. A zenekultúránk is nagyon gazdag. Annyira gazdag, hogy nálunk sokkal nagyobb népeknél sokrétűbb, többrétűbb, többfélébb például a zenei kultúránk is. Mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a mai 15 meghívott kórus közül két határon túli kórus is szerepel, ez azt bizonyítja, hogy a kultúrkört országhatárok sem tudják elválasztani egymástól. És ennek a hatalmas magyar zenei világnak, zenei kincsnek, zenei kultúrának mindig is egy nagyon erős központja volt a Palócvidék, a Galgamente, olyan erős központja, hogy a kisugárzása messze ennek a vidéknek a határain túlmutat, nálunk ott Gödöllő környékén is bőven és nagyon sokrétűen érezhető ennek a hatása, de a meghívott kórusokat, akiket szeretettel köszöntök, meghívott kórusokat tekintve úgy tűnik, hogy országos kisugárzása van, hiszen amennyire tudni lehet, és ezt egyre inkább lehet tudni, a kartali asszonykórus és a vendégszereplők gyakorta cserélik a helyszíneket, látogatják a helyszíneket, és kölcsönösen fellépnek egymásnál. Tehát ennek a hatalmas kultúrkörnek, ennek a Palócvidéknek is az egyik központja Kartal e tekintetben, a kartali asszonykórus, és most engedjék meg, hogy ne vegyem elő a papíromat, és ne kezdjem el felsorolni azt a rengeteg elismerést, díjat, azt a megbecsülést, ami a kartali asszonykórus 30, illetve már a 32 éve alatt a kórus felé áradt. Hosszú lenne a felsorolás, és nálam avatottabbak a lényeges pontokat már említették. Elég legyen az, hogy nagyon sok elismerésben részesült ez a kórus, és méltán. Méltán, hiszen egy olyan találkozót, mint ez a mai, nagyon nehéz egyébként összehozni. Egyszerűen azért nem is a technikája miatt, hanem pusztán azért, mert ehhez vonzás kell. Tehát ha a kartali asszonykórusnak, egyáltalán ennek a kartali hagyományőrzésnek, hagyományápolásnak nem lenne meg az a hatalmas vonzereje, amivel rendelkezik, akkor nem fogadna el ennyi kórus a meghívást, nem jönnének ide ennyien, nem vennének részt szívesen ezen az ünnepen. No hát, pont az ellenkezőjét látjuk, és
magam részéről én is szeretnék gratulálni egyrészt a Kartali Asszonykórusnak, úgyis, mint Kartal Nagyközség 10 polgárainak mától kezdve, a Kartali Asszonykórus vezetőinek, Walter Mennyhértnének ahhoz a 17 évhez, amit a kórus élén lelkesen és nagy szakmaisággal végigvitt, és természetesen végül, de nem utolsó sorban Kartal Nagyközség önkormányzatának, hogy ennyire hű támasza és segítője volt az asszonykórus több évtizedes munkájának, és ennek a mai találkozónak is. Személy szerint pedig nagyon szépen köszönöm az egész asszonykórusnak az irántam tanúsított jóságukat. Minden alkalommal, amikor idejöttem, szavamat vették, hogy ezen a találkozón feltétlenül részt fogok venni, és most nagyon nagy örömömre szolgál, hogy eljött ez a pillanat, itt lehetek. Úgyhogy még egyszer szívből gratulálok mindenkinek, és engedjék meg, hogy ennek jeléül egy-egy szál virággal is kedveskedjek a mai ünnepelteknek. Kérjük, hogy ne feledkezzen meg rólunk, és fogadja szeretetjeléül ezt a kis emléktárgyat. Nagyon szépen köszönöm. És köszönöm, hogy emlékeztet rá, vezető asszony. Való igaz, a 30 éves évfordulón is meghívásukra volt szerencsém itt lenni, és hogy felejthetném el ezt az alkalmat. Úgyhogy én készülök részemre a 40 éves évfordulóra, remélem, hogy hamarosan itt lesz velünk. Köszönöm szépen! Most pedig a régi barátság jegyében felkérem Budai Ilona énekesnőt, aki szeretné köszönteni az ünnepelteket. Szép jó napot kívánok, én is nagy-nagy szeretettel köszöntöm Önöket, és köszöntöm itt a hátam mögött állókat, és tudom, színpadon álló művészként, hogy milyen rettenetes nehéz több órán keresztül állni a színpadon, és nem csinálni gyakorlatilag semmit, mert ők elénekelték a gyönyörűséges dalaikat, és most itt állnak szegények, jó, átveszik a szép virágokat és a köszöntést, de én nagyon rövid leszek. Én őket hallgatva eszembe jut a közös erdélyi kirándulásunk. Ugye, lányok, emlékeztek rá? Aztán eszembe jut az első CD lemezem felvétele a Magyarország Édeshazám címmel, ahol segítettek nekem dalolni, és annak a klip felvétele, az első klippek voltak a Duna TV-ben, amit együtt csináltunk, és sok minden átszaladt rajtam az együtt, itt ebben a teremben eltöltött bálok, hangulata, közös éneklések. Én köszöntésképpen és biztatásképpen egy dalt szeretnék énekelni nekik és önöknek is, és ez a dal igazából egyetlen dologról szól, a békességről és a szeretetről. A szeretetről, aminek egyre inkább a hiányát érezzük, egymás között is, a közösségekben is. Hát én ezt szeretném, ha ez a szeretet még sokáig visszahívna engem ide Kartalra, és emlékeznének ők is rám szeretettel. Az Isten áldása szálljon erre házra, a benne lévőket indítsa vígságra. Borbuza
békesség bőven megteremjen az igaz szeretet, mindig köztünk legyen. Borbúza békesség bőven megteremjen az igaz szeretet, mindig köztünk legyen. Úgy legyen. Kedves szakmai vezetők, szerénységünkkel, szerény virágunkkal szeretnénk köszönetet mondani, hogy velünk vagytok, és olyan szakmai irányítást adtok nekünk, amit minden percünkbe fel tudunk használni. Tartsa meg az Isten sokáig benneteket, és még sokáig találkozzunk, és adjatok nagyon sok jó szakmai útmutatót. Felkérem a Kartali Szent Erzsébet Madárkái Egyházi Kórus képviselőit, fáradjanak a színpadra. Mint a Kartali Kórus legfiatalabb tagja, engem ért a megtiszteltetés, hogy köszönthetem az asszony kórust ezen a szép napon, és Isten áldását kérjem további munkájára. A hagyományok ápolásához idő és egymás felé fordulás szükséges. Ha nincs dalolási alkalom, akkor feledésbe merül a népdal, ha nem éltetik tovább őket. Hiszen Kodály szavait idézve, addig van nép, míg dala van. S meddig lesz még dala a magyar népnek? Addig, amíg önök kedves vendégeink újraélesztik hamvaiból, és példát, mintát adnak a felnövekvő nemzedéknek. Ez a különösen nagy felelősség önökre, a hiteles őrzőkre hárul. Legyen a mai nap és az elkövetkezendő időszak jelmondata is, Reményik Sándor egyik sora. Egy lángot adok, ápold, add tovább. Hát kívánom, hogy ez megvalósuljon, és legyen kinek továbbadni. E gondolatokkal megkezdjük a találkozónk további folytatásába. A Bogárcsi Pávakörrel már több éves testvérkapcsolatot ápol a házigazda kórus. Létrehozójuk Kodály Zoltán tanítványa és jó barátja, Bogács község szülöttje Víg Rudolf. A Pávakör tagjai viseletükben, ízes palócos beszédükben őrzik a tradíciót. Megalakulásuk óta számtalan helyen mutatkoztak be. Szakmai kapcsolatban állnak a Vas Lajos Népzenei Szövetséggel és a Kótával. Népdalkörük a szakma által elismerten működik, többszörös aranypávadíjas, kétszeres Vas Lajos nagydíjas, nívódíjas, és a legutóbbi középdöntőn kiváló arany elismerésben részesültek. Szakmai vezetőjük Benyovszki Mária. Felkészül a Hévíz Györki Aranyalma hagyományőrző együttes. Zöld búzában kesken agyalogunk. Mi az oka, hogy a Yeah.
Decemberében alakult. Az elmúlt 6 évben közel 50 szereplést tudhatnak maguk mögött. 2010-ben Orbán napon Velenceváros díszvendégeként képviselhették községüket, és bemutatkoztak már a Néprajzi Múzeumban is. A mai napon bemutatásra kerülő koreográfiájuk címe Mulatság, mely közösség általi összetartozásukat tükrözi. A több mint 40 fős együttes legfiatalabb tagja 8, a legidősebb 81 éves. A csoport vezetője Kovácsné Toldi Ildikó, koreográfus Hajdú István, asszisztensek Kovács Andrea és Szűcs Imréné. Felkészül a Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület. Kartára gyűvök!
mihez mész, aranyalmához vagy aranykörtéhez? Aranykörtéhez. Akkor gyere, állj be mögém. Búj, búj, zöldlány, zöldne melecske, nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta. Nyisd ki, rózsám, kapudat, kapudat, hadd kerüljem, váradat, váradat, szita, szita, péntek, szerelem, csütörtök, dob, szerda. Meghívjatok engem Sós Ilonának, csak hívjatok engem Virágorgonának, sej Virágorgona. Kihez mész, aranyalmához vagy aranykörtéhez? Aranyalmához. Akkor gyere, állj be mögém. Varga, Varga, hogy adod a láncot? 100 forint. A láb nem adod? Nem. Elszakíthatom? El, ha bírod. Thank you.
A Kartali Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület hagyományőrző csoportja 2005-től működik. Alapítójuk a hosszú betegség után elhunyt Herceg Jánosné Olgi néni, kitől tegnap vettünk végső búcsút. Jelenlegi vezetőjük Budavári Pálné. A Kartali Népviseletet híven őrizvén 2006-ban a pártoló tagokkal közösen helyi népviseletű babákat készítettek, melyet Hazánk Baba Múzeum részére ajándékoztak. 2007-ben szervezték meg az első kistérségi népviseletes babák kiállítását. Országos versenyeken is több alkalommal szerepeltek sikeresen, ahol ezüst és aranyérmeket nyertek. 2012-ben a Szegeden megrendezett második országos népek tánca, népek zenéje döntőjén aranyérmet nyertek el. Az Egyesület idén májusban ünnepelte megalakulásuknak 11. évfordulóját. Fogadják őket szeretettel. Felkészül Besszer Anna és Szabó Bálint. Yeah.
bánnám, ha mindig szombat este lenne. Ha bán mindig nálam lenne. Kivarrom a nevem az inge elejére. Ha fölveszed babám, én jussak eszedbe. Fölírom a nevem a szép csillagos égre. Ha fölnézel babám, én jussak eszedbe. Fölszántatom a kartali főutcán, vetek bele piros pünkösdi rózsát, magamat is bele vetem virágnak, aki szeret, szakadjon le magának. Fölszántatom a kartali temetőt, vetek bele a lovamnak legelőt, vetek bele a lovamnak legelőt, nékem pedig igaz szívű szeretőt. Jó az Isten majdát, az egy nagy elsőt, nékem pedig igaz szívű szeretőt. Réten, réten, réten terem annak. Azt gondoltam, nékem nevet anyád, de már látom, hogy nem nékem nevet. Barna legény, felejtsd el a nevem. Nagy Kartalon van az én lakásom. A rózsámat, jaj, de ritkán látom, pedig annak csinos ajárása. Lassan gyere, hogy mindenki lássa. Pedig annak csinos ajárása. Lassan gyere, hogy mindenki lássa. Szeretettel köszöntök minden meghívott vendéget, helybélit és más faluból érkezettet. Szeretnénk megköszönni Walterné Menyhértné Margónak a szíves meghívást, és szeretnénk gratulálni a 32. évfordulójukon. Gratulálunk, szívből gratulálunk a 32 év alatt elért sikerekhez, díjakhoz, és nem utolsó sorban a díszpolgári oklevélhez. Fogadja szeretettel Margó és az asszonykórus tőlünk ezt a virágot és egy kis versikét. Köszönjük szépen! Legyen életetek boldog, mint a legszebb kikelet, három csillag vezéreljen, hit, remény és szeretet. Jó szívetekre áldás szálljon, életetekre nyugalom, mindig legyetek olyan boldogok, mint ezen a szép napon. Besszer Anna és Szabó Bálint Heves megyéből, Nagykökényesről, illetve Lőrinciből érkeztek, mindketten a Lőrinci Pittypang Néptánc Együttes tagjai. Előadásukban kartali táncokat láthatnak. Alapos kutatás előzte meg a koreográfiát, jártak többek között a Hagyományok Házában és községünk faluházában is. Munkájuk során megismerkedtek a helybéli hagyománytisztelő emberekkel, akiktől rengeteg segítséget kaptak. Folyamatosan formálódó táncuk motívumait a Kartalon készült táncos gyűjtésekből válogatták össze. Szívesen fogadják a szakma rangos képviselőinek véleményét, az értékelését. Felkészül Weber Dorina. Zene.
Az asszonykórus nevében Weber Dolina galgamenti népdalokkal köszönti a találkozó résztvevőit. Galga vize szép csendesen kanyarok, sejmes partján barna kislányon dalok, onnan nézi a habukat, amelyet a tavaszi szél hajtógat. Galga partján kizöldült már a nyárfa, sárga rigó felszállott az ágára, sárga rigó de boldog, aki egymást szereti. Sej szombat este kinyittam az ablakot, onnan néztem a ragyogós csillagot, ahány csillag ragyogott föl az égen, sej annyi csóktól maradtam el a héten. Sej szombat este jöttem én a világra, nem fürdetett meg engemet a bába, majd megfürdök én a galga vizében, sej nem is ülök csak a babám ölébe. Mikor megy a legény októberbe katonának, azt mondja a lánynak, szíved oda ne add másnak, mert az árva szívem tieddel van összezárva, ha odaadod másnak, szívem meghasad utánad. Mikor megy a legény szombat este el a jányhoz, azt mondja a lánynak, gyere velem el a bálba, nem megyek, mert sűrű eső esik le a földre, sáros lesz a cipőm, megver a jó anyám érte. Nem megyek, mert sűrű eső esik le a földre. Sáros lesz a cipőm, megver a jó anyám érte.
fecske madár szállott a vasútra. Isten veled, babám, utoljára, nem fogok a házatok előtt járni, tudom, fog az árva szívem fájni. Fecske madár szállott az erdőbe, elvitted a karika gyűrűmet, fecske madár, hozd vissza gyűrűmet, sajnálom a régi szeretőmet. Fecske madár, hozd vissza gyűrűmet, sajnálom a régi szeretőmet.